Üdvözlök mindenkit! Itt van egyes oktávia, egy 6-8 szelep, hogy ebbe fogok olajat cserélni. Már meg van emelve, ott van az emelő. Alatta, meg a biztosítéknak ott van a bak. És akkor itt van az olaj, olajszűrő olaj, és akkor puff, kész ennyi. Itt nem nehéz, nem könnyű megtalálni, ez se teljesen jó, de ott van a Volkswagen 502.00. Ebbe a motorba én úgy tudom, hogy 501.00 kellene ebbe, de olyan olajat egyszerűen nem találtam sehol, úgyhogy olyan már a világban nincsen. Biztos, hogy a gyárja azt tudja, de minden más nem. Úgyhogy a gépkönyvébe ez a második olaj, ami meg van jegyezve, hogy ez az 502.00. Hát ezt kapja. Egyszerűen nincs más. Itt van az olajleeresztő csavar, ez 17-es, azt hiszem. Nem, ez 19-es lesz. Na szóval 19. Hát az olaj leeresztő edényemet azt valahol elhagytam, majd megkeresem. Hogy Tamásnál maradt, vagy nem tudom. A csavarka. Nem nagyon akar kijönni. Jó forró az olaj, kesztyűn keresztül is érzem. Úgyhogy így a jó leereszteni, mert így ilyenkor jó híg. Leszedek közben egy burkolatot, biztos látjátok, hogy itt szöszölök vele, itt a burkolat. Hogy hozzáférjek a olajszűrőhöz. Visszatekerem idéglenesen a csavart, még majd ki fogom tekerni. Mert kicsi a tároló edényem. Na hát itt van az olajszűrő. Ennek van itt egy ilyen kulcsa, amit hát egy ilyen kulcsra tudok fogni. Ez az 1:3/16 szól. Úgyhogy teljesen tudom képzelni, ez micsoda, de van ilyenem. Úgyhogy örülök neki. És akkor már csak meg kell lazítani. És nem is olyan nehéz meglazítani. Hol csorog. Hál' Istennek nem cibálták meg. Így de jó forró. Mivel a szűrő fölfele néz, azaz függőleges, ezért most nem felejtem el kivételesen felönteni. És hát visszatekerem a helyére. Amúgy, mint amit látjátok, a két szűrő nem egyforma, a márka ugyanaz, mind a kettő az a Zenfilter, csak egy nagyon picit eltér a számozása, azért mert annak van fogantyúja, ennek meg nincs. Szép, hosszú szűrő, amúgy ez a gyári méret.
Az a másik, az nem tudom, micsoda, de én úgy láttam, hogy ez a gyári méret. Úgyhogy, hát igen, szép hosszú a szűrő, meg el is fér, úgyhogy van helye bőven. Ez amúgy dicséretes itt a Volkswagen koncerntől, hogy gyárilag ilyen nagy szűrőt használnak, mert az sose árt, a nagy szűrő. Közben itt törölgetem az olajat, de hát egy kicsit fölöslegesen, mert elég jó olajos itt minden. De a nagyját letörlöm. Elég kézzel meghúzni. Erről beszélek itt, hogy sajnos itt a kihajtásnál itt eléggé engedi a váltó az olajat. Itt le kéne venni a féltengelyt és a szimmeringet kicserélni. És akkor utána jó lenne. Hát ki tudja, mennyi olaj van a váltóban. Szerintem nem sok. Úgyhogy valószínű ezért is akad, mert amúgy akad a váltó. Meg hát kuplungos is. Úgyhogy ez van. De ezen kívül meg az autó szerintem szinte hibátlan, mert koppanásmentes futómű meg minden, úgyhogy fizika vagy szerkezetileg amúgy rendben van, csak hát ezt a váltó, ezzel a váltóval foglalkozni kéne meg a kuplunggal. Kitekertem megint a csavart, persze még folyik bőven, úgyhogy hát hagyom is, hadd folyjon, ráérek, nem sietek sehol. Ha már olajszűrő meg olaj, akkor cseréljük le a levegőszűrőt is. Ebbe elég régen volt cserélve bármi is, úgyhogy az olajon is látszott, hogy ráfért már. Már tavaly télen is szóltam a tulajnak, hogy kéne cserélni. De most eljutottunk odáig, hogy lecseréljük. Leveszem itt a légtömegmérőt. Egy kicsit útban van. És meg is van. Hú, hát ti ebből aztán semmit nem láttok. De megmutatom, itt ilyen kis karmantyúk fogják, itt meg igazából csak kettő darab csavar, és már ki is jött. És annyi. Ott van egy kis olaj, minden, ott a légtömegmérő úszik az olajba, de pillanatnyilag működik, úgyhogy nem bántom, magamnak kitakarítanám, de most nem nagyon van rá idő, mert még 1000 feladat van, valahogy visszaáramlik az olaj. A karter gáz visszaáramlik, és akkor összeken így mindent. Na, kivesszük itt a levegőszűrőt. Nem vészes, teljesen jó. Hát finnországi, finom, friss, tiszta levegő. Úgyhogy ez hibátlan ez a szűrő még. De ha már van másik, akkor belerakjuk itt a másik szűrő. Ránézésre amúgy ilyen 20-30 ezer lehet abból a szűrőbe. Úgyhogy valószínű az olajban is annyi van. Hál' Istennek jó nagy, olyan mint az Opeléknél, hogy aki látta az Opeles videóimat, hogy az, hogy szép, szép nagy szűrő. Szuper. Visszaakadt a helyére, úgyhogy már csak be kell tekerni a csavart. És készen vagyunk. Hát viszont, ha a motornak ilyen izé gondja lesz, ilyen-olyan-amolyan, akkor már tudom, hogy a légtömegmérőhöz mindenképpen hozzá kell nyúlni, azt ki kell takarítani. Mert olajos. Leeresztettem az autót közel vízszintesre, és gyönyörűen látszik, hogy a csöpögésből újra folyás lett, úgyhogy hát ilyenkor, hát várni kell. És mindig eresszétek le vízszintesre, hát most újra elkezdett csöpögni. Nem tudom, látszik-e, most már megint csak csöpög. Úgyhogy figyeljetek arra, hogy az autó vízszintes legyen. Nyilván, mikor az ember kitekeri, meg mit tudja, akkor meg kell emelni, de utána vízszintes bele, és akkor szépen kifolyik.
Na hát én ezt hagyom is, mert még van még más dolgom is. Nincs más feladat, mint hogy beleönteni az olajat az autóba, visszatekertem a kupakot, hát egy bő óra hosszát állt. Ha? Ha? Ez kemény, nyár van. Nyár van. Ez télen normális, de nyáron nem igazán. Na jó van, az letakarítom ezt a trutymót. Lehet, hogy a... Hát valószínű, hogy ennyire rövid utakat mennek a srácok. Bár nem mert mennek amúgy messzebb is egy kicsit dolgozni. Úgyhogy nem mennek nagyon rövid utakat. Hát majd kiderül, mi lesz vele. Nem kell egyből megijedni ettől, hogy vizes az olaj. Féktisztítóval letakarítottam, amennyire úgy éreztem, hogy le kell. Úgyhogy mehet bele az olaj. Igazából ez egy 4 literes kanna, úgyhogy ezt kérdés nélkül beleborítom. A 4 liter benne van. És félig van a nívó. Úgyhogy ebbe több kell, mint 4 liter. Na, jó van, úgyis mennem kell pollenszűrőért. Bízok benne, hogy kapok. És akkor még öntök bele olajat. Beindítjuk. Ja, friss olaj után. Mi bimbammol? Na, hát minden okés. Olajnyomás van. Mi baj lehet? Ennyi. Mehetünk a dolgunkra. Majd még ellenőrzöm az olajszintet.